Hölgyeim, uraim, egész napos kaja videó lesz. Ez már a csökkentetnek a csökkentése. 6 étkezésem van, megmutatjuk mind a 6-ot. A makrókkal és a kalóriákkal kiszámolva. Első étkezésem zöldség. Ez 50 g bébispenót, egy kevés rukkolával. 400 g tojásfehérje, egy egész. És étkezésenként már csak 1,5 g só, nem tetszés szerinti só használat, mert én sózok, mint az állat. Ezt mert nagyon sósan eszem. És most már azért súlyba kell lenni. Úgyhogy ezt ilyenkor mérsékeljük. De az a napi 8-9 g még így is megvan. Úgyhogy ez az első étkezés, ebben már nincsen szénhidrát. Nem vagyok boldog. Kilukadt a sárgája. Nem baj. Így is finom. Nem örülünk. Kár érte. Szép nagy sárgája volt. Zöldségen semmi nincs, azt nem cifrázom már. Beletúrok, ezt megy a tojás mellé az arcba. Ennyi a reggeli, srácok. Nem viszem túlzásba. Semmiféle dressing nincs itt a zöldségem. Sajnos a sárgája az kipukkadt. Jobb szeretem azt a végére hagyni ugye egybe, de... Jó, itt fájott. Második étkezés, 60 g rizs, ebben van szénhidrát, 6 étkezésem van, 3-ban van szénhidrát, a 2 edzés előttiben és edzés után egyszer. Spárga, úgy nézzük a zöldséget, hogy ami amennyit még nem puffadok, tehát ilyen 50 és 100 g között per étkezés, egy 300 g elegendő, tehát nem kell túlzásba vinni a zöldségeket, mert azzal is meg lehet fázni, tehát az sem jó, hogyha te leszed magad zöldségem, mert rohadt éhes vagy, nagyon fogsz te puffadni. Ez egy olyan 50-100 g spárga, 60 g rizs, 250 g csirkemell, és ugye a 1,5 g só. Ilyenkor a kajára már nem kerül só a főzés közben, csak utána, így ebből a mérlegből. Úgyhogy gyakorlatilag ez a második étkezés. Még egy lesz edzés előtt. A
harmadik étkezés, hölgyek, urak, mit áld Isten ugyanaz, mint az előző, amivel amúgy semmi bajom nincsen, csak az adagokkal kicsit lehetne több. Eszek zöldséget, mivel bírom. Tehát, hogy itt ezt a 300 grammot belőtük, és tényleg az előbb már elmondtam, de diétázóknak mondom, hogy én például ráfaragtam vele, tényleg, hogyha rohadtul éhes vagy, akkor ne tömtele meg a zöldséggel, mert kontraproduktív lesz. Tehát attól is meg fogsz puffadni. Ezen az étkezésen még van 5 g olívaolaj. Ennyi a plusz. Ez a pre-workout. Kaja. Na, hölgyeim, uraim, lement egy fehérje turmix. Szigorúan egy izolátum, 30 g. Tehát, hogyha én ihatok fehérjét a peak weekend, akkor nektek is belefér a diétába. 45 perc múlva itt a szilárd étkezés, 60 g rizs, 250 g csirkemell és másfél g só. Hát semmi extrém. Tehát erről többet nem tudok elmondani. Hölgyeim, uraim, 5. étkezés következik. Ott vettük fel a 4. étkezést, azóta itt ülök. Ezt viccenképül mondom, ott ült a Patrik, volt egy nagyon hosszú beszélgetésünk versenyzésről, meg olimpiáról, meg erről az egészről, amit majd az olimpia előtt szeretnék magamból kibeszélni. De most nem ez a lényeg, hanem ott az 5. étkezés. Ez 300 g fehérhal, spárga, ott a só. Ezen kívül lesz még egy kardiom, meg egy kemény pózoló edzés. Azt mondta a coach, hogy szeretné látni, fogom a lábamat, úgyhogy ja, ez még vissza van, meg a vacsora. Az legyen meglepetés. Utolsó étkezés, mint valami irodalmi szerkezet, ugyanaz, mint a reggeli, visszatérünk a kezdetekhez. 400 g tojásfehérje, egy egész, egy kevés zöldség, ami most paradicsom lesz. Igazából ennyi, a makrókat és a kalóriákat itt látjátok oldalt kiírva. Ez a mérlegelésig változatlan lesz, mert ezzel most megy le a súlyom. Nem kell vízhajtózni a mérlegeléshez, úgyhogy gyakorlatilag ennyi.